Na, sziasztok srácok, én Danik, kicsit vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Darwinnal fogjuk az ilyen kis szigetét felfedezni, és hát remélhetőleg őt is majd megtalálni. Szóval akkor gyors neki kezdek a favágásnak, meg az ilyen cuccoknak. Itt van valami kis faház, ahol mindjárt azért felnézek, és megnézem, hogy nincs esetleg valami azért úgy elrejtve. De előbb azért így a biztonság kedvéért kivágom ezt a fát, és valami kis kőkardot megpróbálok gyors gyártani, hogy azért legyen valami kis alapcuccunk, ugye, mint általában az ilyen kis videókban. Na, srácok, amúgy, hogyha ezen a csatornán tetszenek ezek a féle kontentek, akkor mindenféleképpen csapostok egy lájkot a videóra, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg, és ilyen nyomjátok be a csengőt, hogy mindig kapjatok értesítést a legújabb tartalmakról. Nagyszerű, ki van világítva ez a barlang? Oké, egy darab szenet azért kiszedek, hogyha esetleg fákra lenne szükség. Na. Itt van vas. Oké, ezt nem baj, hogyha megjegyzem. Ott meg van glowstone, srácok. Meg ott egy gyapjú. Kiüssem ezt a gyapjút? Vagy nem tudom, hogy ezzel mit kéne csinálni, de viszont nagyon lassan üti ki. Remélem, hogy nem fog megfulladni. Jó, oké, és ott egy chest. Ebbe cuccok vannak, jó, gyors menjünk vissza, hogy ne halljunk meg. Jó, oké. Oké, épp hogy túléltem. Jó, ennyi lenne ez az egész, még kicsikét még visszanézek, hát ha valami mást is lehet, és ez itt van fenn amúgy, így a sziget mellett. Itt semmi más dolog nincsen. Ahogy látom, nincsen, de mindegy, jó. Szereztünk egy minecartot. És szereztünk kaját, akkor már legalább kajával nem kell itt nagyon küzdenünk, ahol mondjuk nem is hiszem, hogy ahol lennének ilyen cuccok. Itt meg van 3 darab üres tábla. Érdekes, jó. Megcsinálom akkor gyors a kőkardomat. És csinálok azért egy kőcsákányt is, hogyha esetleg menekülni kell, akkor mégis csak legyen valami használható dolog így a kezemben. Jó, ezt így nagyjából így elrendezem. Nagyszerű, ezt a saplinget visszaültem, mert nem leszek környezetszennyező. És felnézek ebbe a kis házba, ami egy kilátó. Na, ilyet sem nagyon láttam még egy a izékem Minecraft mapokon, és ott van valami. Ez a izé. Ez egy ilyen sines cucc, erre kell gondolom majd ráülnöm. Jó, akkor ide fog kelleni a minecart, ezt már így ide le is rakom. És még egy kicsikét még körbenézek így a szigeten, hát ha találok valami más extra dolgot, talán így elrejtve. Mondjuk nem tudom, hogy megéri-e egyáltalán így a nézelődés, vagy igazából tökre feleslegesen csinálom, és már indulhatnék. De azért érdekel, hogy mégis csak esetleg ott is van vas, de most nem akarok vaskardot csinálni, srácok, felesleges. Oké, ott is ott vannak ilyen kis szigetek. Ez a sziget egészen nagy, amúgy sokkal kisebbre számítottam, és ott még folytatódik egy ilyen kis sivatagos helyjel. Hogyha most egy ilyen kis survivalbe lennék, amúgy én itt tökre élvezném ezt a helyet. Tökre így ide költöznék, mert amúgy tök jó hely. Na mindegy, azt mondom, hogy nagyon szerintem több dolog vagy felfedezni való itt nincsen. Szóval szerintem elindulhatunk, csak gyors benyomok egy ilyen steaket, meg akkor lekraftolom ezt a pár fákját, hogyha esetleg szükség lenne rá, akkor ne akkor kelljen majd ott craftolgatni. Jó, azt mondom, hogy akkor szépen üljünk be a minecartunkba, és szépen nyomjuk meg a gombot, és 3, 2, 1, go! Na, megindultunk, srácok, eléggé hangos, bocsi, hogy ennyire hangos, de remélem, hogy azért lehet engem hallani. Azt hallod, mennyire király vagy, halljátok. Így a víz alá megyünk, vagy a víz alatt megyünk. Ez nagyon durva, srácok. Ez nagyon jól néz ki. Mindenhol körülöttünk víz, és csak megyünk egyenesen. Jó, hát kíváncsi vagyok, hogy... Aha, és ott van valami hely. Oké, megérkeztünk, ahogy látom. Jó, ezt kiütöm azért a biztonság kedvéért, hogyha gyors lenne az elutazásunk, vagy a menekülésünk innen, akkor használt vegyem. Itt, ahogy látom, ez itt egy ilyen... Igen, ez egy konkrétan egy semmi. Jó. Itt van egy ház. Nem tudom, hogy én ide így... szimplán így bemerjek menni, de hát megnézem, és arra még ott lesz folytatás, meg itt van egy asztal, ez de jól néz ki. Egy víz alatti tó, srácok, és egy híd, ez nagyon jól néz ki, és mennyi út van még mindenfele. Onnan jött, nem, innen jöttem, nem erről jöttem, itt egy kert. És itt is van izé. Ez mekkora, halljátok, de nagyon beköltöznék egy ilyenbe. Ez nagyon durván jól néz ki. Jó, egy kevéske dinnyét leszedek, hogy mégiscsak azért valamit nem tudom, hogy... Hogyha esetleg még úgy
nem tudom, így valóban így menekülni kell, vagy túl kell valójánem, akkor csak jól tud jönni, hogyha vannak ilyen cuccaim. Meg pár gabonát is innen így kiszedek. Jó, hát remélem, hogy nem lesz problémája ezzel a itt lakó úriembernek, nem tudom, hogy ki lakhat itt. Oké, és van víz alatti fája, hát ez mekkora? Istenem, halljátok, de laknék itt, jó. Benézek a házba. Darwin. Oké, ne. Ugye nem, de... Oké, nem keltettem fel. Számítógépezik, vagy tévézik? Azta, és közben kajál. Jó, kopogok szerintem. Kop, haló. Hello, Darwin. Szia, amikor utoljára találkoztunk, akkor eléggé morcos voltál. Nem tudom, hogy azóta te megváltoztál-e. Hello. Amíg ír, addig egy kicsit így körbenézek, vagy nem tudom, hogy bemerjek-e nézni. Te mit keresel itt? Hello, Darwin, nyugi, csak meg akartam nézni, hogy te milyen helyen laksz, és milyen itt az élet így a víz alatt. Jó, addig én így errefele egy kicsit így arra is lesz folytás. Annyira érdekel, hogy mi lehet ezen a lenti helyen, halljátok, hogy egyszerűen nem bírom kivárni, hogy mit fog írni a srác. Te öltél meg majdnem engem. Bocsi, Darwin, én nem akartam, csak tudod, rossz voltál, de figyelj, látod, élsz, túlélted, nem lett bajod, és én engedlek ki abból a börtönből, ahol amúgy meg nem tudtál volna sehogy se kijönni, hogyha én nem segítek, mégis csak. Remélem, hogy nincsen harag, nem akarok haragot tartani senkivel se. Srácok, nem tudom megvárni, hogy írjon, körbe akarok nézni ezen a lenti helyen, nagyon durván is érdekel, hogy mi van itt. Egyébként mi áradban vagy itt, földi halandó? Ez egy kicsikét erős megszólítás volt, de amúgy körbe akarok nézni, hogy ez milyen hely, mert nagyon durván érdekel, Darwin. Körbenézhetek? Megengeded, légy? Meg úgy, bocsi, de akkor már benézek így ide. Darwin titkos háza. Aaaa, sújtás ezzel, milyen cuccai vannak? Hello, bocsi. És szerinted ezek után adok neked engedélyt? Hát Darwin, reméltem, hogy esetleg megbocsátasz, meg amúgy nem azért mondom, de még mindig ott szenvednél a... Darwin... Még mindig ott szenvednél a börtönbe, hogyha... mi ez? Darwin, nyugi. Most komolyan most bezárkózol? Nem mehetek be a házadba? Oké, és a lenti helyedet megnézhetem? Nem? Oké, jó, rendben. Nem már, hogy ennyire gonosz. Most miért harag, de itt lent van, gondolom. Állatfarm. Darwin, hello. Nyugi, ne bántsál. Én tényleg nem akarok semmi rosszat. Takarodj innen. Nem már, Darwin. Tessék, adok neked kaját. Tessék, ajándék. Tessék, adok neked egy botot. Tessék, ez már elég ahhoz, hogy megbocsáss. Igen? Nem? Nem már! Tessék, leszek a házi állatod, nézd. Ide beáll... Jó, vicceltem. Ide, hát ide bezárom magamat, tenyészhetsz engem. Istenem. Darwin... Jó, oké. Okay. Ne, jó, nyugi, Darwin, léci. Körbe akarok nézni, érdekel, hogy mi van itt, de meg fog ölni. Ha, ez már tetszik, maradhatsz, ha, nagyon vicces. Mint házi állat, nem, dehogy maradok, adjál végén. Körbe akarok nézni, hogy mi van itt, most el fogok nézni arra, és nem érdekel, hogy nem akarod, de megnézem. Úgy valami raktár van, eléggé üres az egész. Ó, van itt egy lenti szint. Jó, ezt úszal lesz, megnézem. Remélem, hogy nem fog... ez a bánya lesz. Ez fix, hogy ez a bánya lesz, srácok. Aha, és ez itt végig. Jó, körbenézek azért, hogy itt mizu van. Itt végig csak bánya? Aha. Na. Ez is jó cucc. Annyira laknék itt, Darwin! Léci, hadd lakjak veled, mondjuk ezek után biz... jön. Szia, Darwin! Én csak körbenéztem, nyugi. Nyugi. Vasgólem! Ne szólj le, vasgólem, mert Darwin, én barát vagyok, nyugi. Jó, és ott is ott van egy mennyi vasgólem, azt a... Jó, Darwin... Léci, Darwin, ne bánts engem, én csak barát vagyok, esküszöm. Jó, és ide is lesz onnan egyet. Ne! Darwin! Ez téged. Istenem. Hát Darwin, ne engem. Látod engem? Engem szeret. Jaj, ezt megszívtad, Darwin. Jaj, csóri. Milyen cucc. Hát Darwin. Lol. Nem változtál, ahogy látom. Darwin, nézd. Segítek. Látod, megmentettelek. Igen, a te kardoddal. Nyugi. Nyugi, Darwin. Figyelj.
Te akartál balhét. Lehet itt balhé, de azzal csak te szívhatod meg. Jaj. Jaj, srácok, viszont szerintem lassan lehet, hogy vége lesz a videónak. De ugye érdekel, hogy még így mi lesz így ennek az egésznek így a vége. Hogy Darwin amúgy így mit is akar. Hogy volt Merced kivenni? Jó, Darwin, nyugi. Darwin, én azt mondom, hogy szerintem itt már nekem nincs keresni való, én inkább elmenekülök. Mindent megnézom, amit akartam. Nagyszerű, légy színe. Jó, kimenekülök. Nyom meg! Jó! Szia! Hello! Úgysem fogsz tudni elkapni, Darwin! És jön utánam! Milyen aranyos a... Ne! 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 Hagyj békén! Hagyj békén! Hagyj békén, léci! Ne, Darwin! Jó, beveszkodj, jó fiamát! Srácok, el kell valahogy hagynom ezt a szigetet! Ne bánts már! Léci! Léci, Darwin! Aj, ne már! Jó, meneküljünk valóban, nem tudom, hogy hova. És jön utánam, ne már! Osztom ekkor átlököt! Darwin, hogy létszi békém? Létszi, ne bánts már! Jó, van egy ötletem. Jó, oké, ez is egy féle ötlet. Darwin, hagyj békén, légy szíves! És tovább ütögethet, kiégek. Darwin, hagyj már! Ne üldözz, lehetünk jóban is. Ha visszaadom a kardodat, békén hagysz? Igen? Jó, rendben, gyere ki, üss ki a partra, gyere! Üss ki a partra! Jó, ügyes, szép volt, na. Darwin, ez az egyességem. Odaadom a kardodat, és békén hagysz, és leszállsz rólam, jó? Rendben van? Igen? Esküszöl? Igen? Tényleg beszó, hogyha nem, akkor te halott ember vagy. Jaj. Istenem. Jaj, srácok. Darwin nagyon izé, nagyon gonosz. Azt hittem, hogy amúgy egy kicsikét jobb fejebb lesz. Rendben, viszont többet se, gyere ide-vissza. Jó, rendben van, Darwin, tessék, itt van. Itt van, visszaadom. Itt van az összes többi cuccod is. Nem fog nekem kelleni, tessék. Tessék, és ebben szépen megállapodunk. Már úgyis több mint 12 perce itt vagyok, szóval... Kiüt engem a szigetről, hát kiégek. Darwin, csak annyit engedj meg, hogy hagyj köszönjek el. Hagyj köszönjek el még a szigeten, jó? Rendben van, na. Gyors kiúszunk, és srácok, akkor elköszönök. Remélhetőleg Darwiddal. Rendben, szevasz, de nem, állj mellém, így. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor csapostok egy like-t és iratkozzatok fel a csatornámra, és hát írjatok le a véleményeket Darwinről a komment szekcióba. Én Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!